Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa Tibi, Kassa Tibi. Mi esett le, Balázs? Ne avassuk be mindenféle kulisszatitokba, menjünk tovább, már elmondtuk reggel. Vannak nehézségek most itt, amivel küzdünk, de megoldottuk. Annyira jó volt hallani egyébként, hogy mondtad, hogy igazából ez a front, ez nyomja mindenkinek a fejét. Te is érzed? Ezenben. Nem, ez a döbbenetes, hogy én ilyenkor is flott vagyok. Ezen agyaltam, hogy érted? Hogy ilyenkor... hogy lesz ennyire jó. Aha. Fölkeltem reggel, éreztem mindenkit nyom, és hogy még így, hogy meg vagyok nyomva, így is jó vagyok. Tehát hogy ezen gondolkodtam, hogy milyen magas kiinduló pontszámon lehet eleve. Nem? Én is próbálom, tolom, nyomom, de hogy valami olyan, mint várnám, hogy valaki tarkon vágjon, hogy elmúljon ez a homály. Balázs, hogy ne is várjál, hiába jövök. Engedd, akkor már állok is föl, barátom, és egy ilyen sodrófával úgy váglak átba. Hányan tennék meg szívesen egyébként? Hányan gondolom, állnának sorba, ha engem le lehetne ütni? Pokoli a hosszú során, hogy sorba egy csavarkulcsal, hogy jól nyakon vágjon. Hoztam nektek egy sztorit egyébként, mert tudjátok, hogy nálunk a bátyám kezeli ezt a koncertrendelős telefont. Amin keresztül lehet rendelgetni különböző műsorokat. És mindig rájövök arra, hogy mennyire döbbenetesen nem vagyok alkalmas egyébként erre, hogy mennyire nem lennék alkalmas ilyen telefonos ügyfélszolgálati beletek. Mennyire van bennetek ez az empátia? Tehát, hogy ilyen jó kommunikálók vagytok? Hát, ha telefonon hívnak, az azért más, mint hogy jó kommunikálsz, vagy nem. De bennetek van ez a szívesen beszélget, olyan, tehát hogy megvárod, mire akar kiukadni. Én telefonon elég türelmetlen vagyok. Tehát általában gyerek van veled, sír, meg kell oldani, mondja gyorsan. Ha ismerős, az más, de ha valaki munkaügyben keres, vagy nem is, hogy nagyon körülményesen nem akar, udvariaskodik, és elindul egy ilyen modoros beszélgetés, attól a hidegráz van. Oké, igen, lefutottuk a köröket, parancsolj, hogy miben segíthetek. És akkor gyorsan mondja el, nem? Hát ez nem jó, hogy ott 3 percig beszél. Ez nálam is pont így volt, főleg a síró gyerek, mindig fura volt neki, hogy nem az anyjával van. Na, ha néha elvittem való. Vigyél vissza anyához, veled nem érzem jól magam. Anya, ki ez a bácsi? Te idegen vagy. De a megrendelő 99%-a aranyos, profi, tudja, mit akar, jó. A fennmaradó 1%-kal van némi gond. Mi volt a megrendelésben? Fölírtam egy pár dolgot nektek, csak hogy az elmúlt negyed évben az én bátyám, ismeritek a bátyámat egyébként, egy ilyen tűzről pattant, ugye? Ahogy ő száguld, az egy féktelen, egy rohanó tempójú, egy őrült, nem Balázs? Nem, igen, mondjuk el, nyilván mert mindenki is, mert nyilván direkt karikírozzuk, hát a lehető legcsendesebb, legnyugodtabb, tehát mintha se az apátok, se az anyátok nem lenne közös, tehát hogy te beérkezel valahol, az a dumász, hangos, mindenki figyel. Gábor, visszafogott, hát, szerény, nagyobb kultúrát, csendes, intelligens, de szemét vagy. Ha mindaz, ami nem te. Okos, olvasott, művelt, szórakoztató. Csinos, tényleg vicces. Ápolt. De abszolút ellenkezőek vagytok. Tehát abszolút. Minden, ami belőled elmarad, benne van, ami belőle hiányzik, benned van. Tehát, hogy tök különbözőek vagytok. Tehát a Gábor tényleg az én ellentétem, tehát egy kultúrát, jó illatú, jól csókol. Igen. Na, beérkeznek a hívások Gáboromhoz, és egy pár sztorit kigyűjtöttem nektek, hogy miket kezelő a hétköznapokban. Halló! Szó szerint vannak a sztorik fölírva, tehát hogy ezeket úgy akkor rögtön írattam föl a Gabesz, hogy legyen meg. Halló! A fiúk épp vágják a fát a főtéren, szóljál már be a Klassz FM-be, hogy játsszák le a rohadjál meg kaszát most! Ne! Várjál, a bátyám érkezik, ekkor a bátyám. Nem szólok be, és nem tudják lejátszani. Ha jó, akkor meghívjuk a Tibit valami városnapra, és ott játssza el a rohadjál meg kaszát. Sajnos ott sem fogja eljátszani. Ha jó, akkor marad a Győzike. Telefonos megrendelés a saját koncertrendelő vonalunkon. Nagyon sokan hiszik azt, hogy ezt te veszed föl, ezt a... Egyébként sokan nyilván azt hiszik, hát azért ez már nagyon naív. A telefonszámot, tehát hogy azért... Az egy koncertrendelő telefonszám, tehát jó, hogy bemondjuk, ez nem a bátyám privát száma. Azt én értem, de hogy ezek után azért nem szabad csodálkozni, hogy meghalom a rádióba, és akár 8 óra 10-kor én fölhívom. Az majd lesz valami a beszélgetésből. De picit hisznek benne egyébként, hogy te veszed fel. Szerintem azért csomóan úgy telefonálnak, hogy tudok beszélni a kasszatívből. Nagy kedvenc. Lenne egy megrendelés, a fellépés a Balatonon lenne. Mondja bátyám, hogy és a Balatonon pontosabban hol? Ha, most nem mondom meg.
Azt nem mondom. De miért? Vagy, és mikor mondod? Hát tudod, majd ha közel, nehogy kifecsegjem, vagy nem tudom. Tehát, hogy az, hogy pontos, Balaton... Akkor Siófok, világos, vagy lelle. Hát csak azért... a napot adják meg, érted? És akkor oda telefonáltak, itt vagyunk az éjszaka parton. Bingo! Mert nem jönni tovább. Talált ki. Hideg, meleg járni. Hideg, langyos, langy, kezdte, na. Azt nem mondom meg. De mondok, itt van egy baromi jó, várja. Igen, itt van. Ha, de tényleg így, szó szerint. Ha, jó napot, már egy csomószó hívtam. Kikéri magának először. Egyszer hívott az előbb, sajnos nem tudtam felvenni, mondja a bátyám. No, ha, csinálok itt egy rendezvény, ha akar-e arra a kaszatibi jönni, ha nem, ha tud nekem valamit nyújtani, nem? Nem ugyanaz az ember hívogat, mert a hangod alapján ez igen fura. Ez az egyet tudja, de ezt nagyon rossz. Vagy ezt az egy karaktert hozott, vagy ugyanaz most az ember hívogat. Már többször hívta, hát az előző kettő is. Változtassad az előző, szóltok ennek az emberek, hogy ne hívogasson, mert ez ugyanaz. Bátyám, hulla nyugodtan. Mi lenne a rendezvény? Hát ilyen. Bátyám, céges vagy magánrendezvény, város vagy faruna? Ha itt lesz kint a füvön, lesznek ott csak emberek, hívtam embereket, akarok oda jönni, Tibi, nem? Mit tud nekem nyújtani? Sajnos, amíg nem mondja meg, hogy mi a rendezvény, nem tudunk nyújtani semmit. És leteszi a telefon. Egyébként a Bratyút honnan, hogy teszteli, hogy az igazi-e, vagy hogy mi, nem tényleg nem egy disznóvágáson kell három ember előtt énekelni. Hát honnan tudod, hogy hova mész? Én a Gavesznek ezt elmondtam, hogy egyszer mi úgy rá fogunk futni. Biztos? Arra, hogy minket megrendelnek, és egy ökölsütésen fognak rajtunk nagyon röhögni, hogy oda rendelnek minket, és ott leszünk, és így lukra futunk. Elég profin, hát szerződni kell, mert nyilván van egy csomó olyan dolog, amit le kell játszani, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tutira bele fogunk egyszer futni olyanba, hogy valami mezőn fogunk átcsorodni, és ketten nézzük a Gabesza, hogy... És ő visszahívott, ez a csávó? Később még beszélt vele a Gabesz? Ezek nem tudom, hogy nyilván, mivel itt nem hiszem, hogy bejön buli. De mindjárt mondok egy nagyon jót, ami nagyon cuki volt. Igen, az esetek többsége, ebből nem lesz buli, igen. De figyelj, nagyon cuki, mindjárt mondom. Ez a csaját akarta visszacsábítani, ez a valaki. Akkor ez magán megrendelés. Itt van magán megrendelés, figyelj. Nem beszélj! Kérdezzétek meg, Józsi, megint vagy rohadjál meg, ne hívogassál, mert te már ezt a számot, nem éred el a Tibit, mondjátok meg nekik. Bátyám, műsorrendelés. Tudod, most ezt nem karikírozom, összevesztem a barátnőmmel, jöjjön oda, Tibi! Nagyon szerenálod, hogy a vallomást énekli. Bátyám, és technikailag ezt hogy gondolod? Ha megállunk az ablakart a kocsival. De ez logikus. Igen, Bratyó, nagyon jó, technikailag hogy gondolod? Technikailag ezt hogy gondolod? Ha megállunk az ablakart a kocsival, a kocsiból kiszól a zene, a Tibi meg énekelne az ablak alatt. Bátyám, én már akkor mondanám, hogy miért nem mész a anyádba. Tudod, Gabesz, sajnos nem tudjuk vállalni. Tehát, hogy a Raikkonen, a jégember, a koncert rendelés jégembere, de azt gondolom, hogy nem a félresiklott koncertrendelések azok, amik ma reggel bökik a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kaszatibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kaszatibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kaszatibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Rohadtul nem bőki semmi a csőr, mert csak meg akartam még egyszer hallgatni a szignált. Ugyanis már egy teljesen rendhagyó dolgot hoztam nektek. Találtam egy programot, egy kínai programot, ami összecseng valamivel. A múltkor, de messziről jövök. Igen. Nem figyelj, mindjárt odaérek. Mindjárt odaérek. Kínai program, megyünk. Kínai program, együtt megyünk. Múltkor pókeren találkoztam egy volt osztálytársával, a Janinak. Na. Aki elmondta nekem, tudjátok, hogy Jani mi akart lenni kiskorába, és ezzel zsibbasztotta az összes osztálytársát. Tudjátok-e, mi volt a Vadon Jani titkos nagy vágya? De ez úgy osztálytárs, hogy vagy valóban osztálytárs? Valóban osztálytársa volt, mellettem ült pókeren, együtt játszottunk, és egy intim információt elárult, azt mondta, hogy Janika azzal zsibbasztotta mindig az osztályt, várj. Ő már pedig, nem tudjuk, ha felnő, akkor... Ritka dolog, hogy mi már egymásról valamit nem tudunk. Nem ér segíteni. Mindenkit ezzel zsibbasztotta, az a rohadék ki lehetett. Igen, most már jól érdekel, hogy ki az, aki cinkel. Azt mondta, hogy mindig ezzel zsibbasztotta, hogy már pedig ő, ha felnő, katona lesz biztos, hogy az. Tankos lesz! Egyébként most is tankos! És ezt így mondta? Így van, mellettem ült a forma, mindjárt meg is keresem egyébként a képét, vagy pontosabban lehet, hogy ez a jó. Általános iskolás osztálytársam volt? Hát a középiskolásom azért már picit más. Nyugtass meg, hogy azért ez nem középiskolás volt. Tankos lesz! Nem tudom, de így... Közben dúdoltam a Radecki most.
beszélj picit nekünk erről a tankos dologról. Tehát, hogyha erről nem tudod senki, akkor jöjjünk el a farbával, azt gondolom. De azóta tényleg szereted a tankokat, tehát persze, ezt te mondogathattad gyerekkorodban. Hát gyűjtöd is a pontokat ott. Igen. Ja, igen. Hát én hivatásos katona szerettem volna lenni, nekem az volt a nagy álmom, az volt az elképzelésem, hogy én majd az leszek. Egyébként mind a mai napig, amikor elmegyek egy laktanyába, akkor egy kicsit így ennek a dolog. Belesírsz az izet, belecsatöleli a falakat. Én például sokakkal ellentétben szerettem is a sorkatonai szolgálatot, mert is hát ugye a méreteimből kifolyólag én alapvetően mondjuk én egy harckocsiba termett legény vagyok, mert oda ugye nagyon magas embereket, például, hogy Feri nem lenne nagyon praktikus benne. És a körfogat érted? Srácok, négy személyes, de Feri már benn van, úgyhogy most ketten akkor itt maradnak. De most is elmész a hetes kivezető, és tisztelek, a Petőfi lakonyánál, és vigyázva válod magad? Igen, és visszatisztelek. Semennyire nem vonz az egész, vagy de vonzott. Nekem nagyon. Hol nagyon. Tényleg, tehát, hogy bepróbáltak egy tankba, és azt mondták, hogy ez nem az övé. Ma már szinte hihetetlenül hangzik, de annak idején ez egy csókos iskolának számított. Én egy katonai szakközépiskolába jelentkeztem, és ott, amikor a felvételénél részt vettem, ott amikor felmértek a követelményeknek, megfelelően a szintjeinket, akkor már a srácok úgy mentek, hogy elmondta, hogy neki ezredes az apukája, neki, hogy hívják a belügyminisztertől. Te megmondtad, hogy nekem meg igen, illes. Igen, nekem meg amúgy egyébként szerintem egész jobb számokat hoztam, de nem. És aztán nem is lett belőle sajnos sem. De sorkatonai szolgálat volt? Persze. Mennyit volt? 9 hónap? Még másfél azt mondja, 13 hónapot, 13 mert hónap. Pont az az időszak volt, amikor ugye, amikor lecsökkentették másfél évről 12 hónapra, és mi voltunk az a továbbszolgáló időszak, ahol még elviekben le kellett volna tölteni a másfél évet, viszont már ilyen bérpótlékot fizetek, és aztán a honvédség már akkor sem állt olyan túl jól anyagilag, és azt mondták, hogy 13 hónap után az leszerelnek. Az elhűlés, az ivászat megtanulása, a kilógás, a dohányzás, hogyan lopjunk alkatrészt, és adjuk el az üzemanyagot, a tesóm szegény csak 9 hónapot húzott le Kecskemét, hát annál értelmetlen 9 hónap, mint amit én végignéztem nála, hát szerencsét lőttek 6-ot, azonnal feküdtek a pricse, meg szórakoztak és kiszöktek. Tehát hogy semmi, az utolsó 15 évben semmi értelme. Hát egyébként többé-kevésbé ezért is ábrándultam ki a dologból. Hát semmi, igen. Régen nyilván volt. Na, mit hoztál? Na de, az a lényeg, hogy van egy program, egy találtam nektek egy olyan programot, és itt becsüljetek meg nagyon, mert ez egy kínai program, egy rohadt angol nyelvű, semmi nincsen benne. Megtanultam nektek egy kínai programot, ami az a lényege, hogy belefotózod magad, vagy egy fotót beleteszel, 3D-ben megvalósít téged, és onnantól kezdve bárkinek a bőrébe belebújhatsz, és ilyen kis animációkat lehet csinálni, és figyelj, bebőksz annyira nagy arc. Az első csak azért kellett a Storyteller hadék, hogy közben tudjad futtatni az applikációt. Hátozott voltál. Senki tevének egy nyomorúságos, majdnem katona lettem, de nem vettek fel című szociodrámádért. Én már bebőgtem a sztoridon, annyira jó volt, de csak áldozat voltál. Megható volt, de valóban csak egy nyomorult felvezetés volt a sztorid, így van. Összeraktam nektek egy-két animációt, amit ki is fogunk tenni a Facebookra. Először Balázst csodálhatjátok majd meg egy teljesen rendhagyó dologban. Azt gondolom, hogy ezen mindenki sírni fog. Legyen az, hogy a Balázs... De rakod be valahova, és oda rakod be, ahova akarod. Lefotózod az arcodat, átfotózod az arcodat. Egy monogám kapcsolatban ez nem létezne. Lefotózod az arcodat, és onnantól ő meggenerál téged egy karakterként, ezt lehet színezni, és talán egy animációban látod magad, viszont lejátszuk, itt most Balázs éppen egy színpadon fog énekelni kínaiul. Megasztárban énekelek kínaiul, úgyhogy egy farmer szoknya van rajta, illetve egy farmer short, mini farmer short, és egy póló, amiből kilóg a hasam. Egy haspóló. Egy haspóló van rajtam a fején, nagyon jó. Na várj. Nice. Grimaszolok. Grimaszolok, énekelek, a szívemre teszem a kezemet. Iszonyatosan jó. De hogy mozgatja az arcodat? Ez nem normálisak. Nem normálisak. És van egy vágyámod, azt megélheted úgy, hogy belerakod így magad egy szituációba? Ennek az a lényeg ennek a programnak, lehet, hogyha az embernek van kedve, akkor megtanul érte kínaiul. Én csak nyomogattam az zöld gombot, mindig azt mondom, az a helyes, a piros a helytelen, de fogalmam nincs, hogy mi volt. De itt jön a mi kis Janink. Na, hova tetted? A mi kis Janink, akiben ott lapul a táncos, akiben ott lapul a láz, a tűz. Beleraktál egy T-72-esbe? Nem, mert tankos nem találtam, mert ugyanis annyira marha kevés ember akar tankos tenni, hogy olyan applikációt nem csinálnak, hogy legyél B-tanker. De van kettő táncjelenet, amiben belebírtalak téged tenni. Ezen bebőgtök, nézzétek? Nem tudom, látjátok-e, figyeld. A kirakjuk a Facebookot. A fejed nagyon jó. Figyelj, a fejed zseniális.
Ez a hátra nézés. Jani egy rövid nadrágban elektrik bugizik egy megasztáros hasonló színpadon, kis tornacipőben, és közben egyébként a fejével nagyon durván grimaszol. Úristen, 10 pontos. Kicsit szücsi az attractionből, hihetetlenül. Michael Jackson. De ez egy lány alatta, nem? Próbáltam olyat, hogy egy kicsit más legyen. De sikerült. Nem nagyon jó. Te választod ki a testet is? A testet, a hátteret, mindent. Tényleg az lehet, aki akarsz lenni, de legyen akkor a vége az, amikor Jani rúttáncol, mert azt gondolom, hogy itt az egész mozgás, a mimikák itt stimmelnek. Mondom, már rögtön nyomjuk is ki a Facebookra, és látják. Figyeld! Ugyanaz a test van. És beindul. János, ugyanazzal a testtel. Ez zseniális. Zseni. Döbbenetesen primitív, nem? Atya úristen, de jó. És azt látod, hogy tényleg egy kis emberke Jani fejével, ugye a fotón, táncol egy rúdon. Nem egy kis emberke Jani fejével, ez én vagyok. Egyébként tényleg te. És minden eseményt is te tudsz kiválasztani? Így van, kiválasztod, hogy rúdtánc, színpad. Az a zseniális benne, hogy ez nem olyan, mint eddig ilyen kamu dolgok voltak, hogy csak így odarakott egy fejet, és így bohóckodott egy kettő dimenzióban, hanem ez valójában belehelyez téged, és onnantól kezd az arcod elkezd működni. Tehát elkezded majd, mennek a mimikák, tehát amikor huncutól akar nézni, akkor huncut, az összes érzelmet ábrázolja a te arcoddal, megdöbbentő. Jó, őszintén magaddal mit csináltál? Nyilván azonnal kipróbáltad, és beleraktad magadat egy hat nő közé, pipsóba, pornófilmbe, mit csináltál? Megmondom őszintén. Csak ilyen lájtos dolgokat lehet választani? Tehát nincs hardabb? Lehet, hogy valamiképpen, még nem fedezte föl, lehet, hogy van ennek valami beteg korhatáros verziója. Mindegy, hogy ne legyen ez ilyen nagyon belterjes dolog, rögtön ki is rakjuk mindjárt a Facebookra, és lehet látni. Gyártunk valamit a Ferriről, és hogy ne legyen az, hogy elárválkodsz. Ó, Istenem, hogy sajnálom, hogy én nem pöröghetek a rúdon. Hogy nem csináltam semmit. De figyelj csak. Nem csánk disznóvágás, nem? Aha. Micsoda. Tudod, hogy ott nem disznó, ott mindent levágnak. Hogy ez miért böki a csőrödet? Meglátjuk, Balázs, milyen ítéletet ad, de sem mondtam, hogy csak meg akartam hallgatni a szignált, tudtam, hogy nem csörbökést hoztam. Adsz rá ítéletet, vagy csak simán menjünk tovább? Gyerekek, tudok rá ítéletet adni? Tudok rá ítéletet adni. Ez adható. Nem csörbökés, de ez adható. Adható? Ez adható. Nagyon jó. Abszolút indokol csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi, ja. Vagy ez is csak hallani akartad egyébként. Persze, nem? Csak akartam hallgatni a szignálokat. Csak hallani akartad. Érzel meg Bali arcán. Tehát itt a komplett érzelem palettát meg tudod tekinteni. De az a haj. Ja, amit én éneklés közben kiváltottam magamból, azt utána te meg tudod nézni az arcaidat? Külön? Az összes érzelmet meg tudod nézni az arcodon. Mondom, zseniális a program. Megmondanám, hogy mi a címe, mert nyilván ez lenne a következő kérdés, hogy mi az applikációnak a neve, de kínai neve van. Tehát, hogy még csak egy nyomorult angol neve sincs, egy toplistába találtam. Tehát konkrétan ne is keressétek, mert nem lesz meg. De az App Store-ban talán? Az App Store-ban benne van az ingyen alkalmazások közt a top listában, de nincsen angol neve, tehát nem tudom. És megnézted, hogy mit tud. Igen, tehát láttam ilyen animációkat, és akkor böngészgettem, azt véletlenül rátaláltam. Mennyi idő? Ráérsz. Applikációkat nem tudtam böngészni, mióta a két gyerek, nem hogy megvan, mint a Beri megvan. Ezekről én abszolút leestem. Hogy ülsz egy ilyen Szada, Debrecen, Szeged, Szada háromszög a kocsiba, és a koncertek közben a bátyám vezet, én meg ülök, akkor figyelj, akkor mindenre van idő. Olvasni nem szoktál. Melyik az? De múltkor néztünk egy filmet. Egy könyvet, de aztán nem jutottuk ki. Bementünk a benzinkutat, a csokoládék mellett volt egy könyv, elolvastuk a címet, de nem vettük meg. Igen. Na, sokat beszéltünk róla annó, hogy egy picikét idézzük föl, mert a feledés homályában merült az, hogy a Morning Show-t egy olyan szintre emeltük annó közösen, hogy kiemeltük innen a stúdió zárt falai közül, és egy musicalt, egy operát írtunk róla. Nagyon kevesen ismerik szerintem ezt már így egy az egyben. Most a négy legkedvesebb darabját összegyűjtöttem, hogy most egybe egy picikét még ezt idézzük föl, hogy hogy is volt. Az első darab ugye Balázs ébredése, amikor jössz be dolgozni. Igen, csak mondjuk ez azért van, mert ugye minden héten mi látjuk az SMS falon, hogy milyen jó lenne ilyen régi anyagokat, költözzel, musical meghallgatni. Csak ugye a Tibi mindig hozott egy csomó témát, és ezért nem tettük. Viszont ma úgy döntött, hogy hozol applikációt, meg ugye csomó mindenről beszéltünk, viszont helyet adunk ezeknek az anyagoknak, kvázi nem készülsz adott témával, hanem a sokat kért, például a Kassa Musicalt újra meghallgatjuk. Ez egy időgényes dolog, és most azért egyszer egybe, egyszer így egybe azt gondolom, hogy ez
ez most érdekes lett. Az első darab ugye Balázs ébredése, cívódik Vikivel, ott a család, hogy ő indul el dolgozni, és valójában itt derül ki, itt van a szint, hogy valójában ez a korai ébredés neki már nincs az ínyére, ő már kicsikét váltana, és ebből egy konfliktus születik közted és a Viki között. Ez nagyon szép végszó lenne, nem szólnék bele. Miért csináltuk ezt a műzikát, hogy miért csináltad? Ez egy témához volt, amikor a műzikelekről beszélgetünk, és azt mondom, hogy annyi mindenből készült műzikel, hogy akkor legyen a Morning Show-ból is egy, és az egész történet föl lett ölelve, de több darabja lesz, hogy ezeket be is mutatjuk most. Jöjjön akkor az első, a reggeli dráma Balázs és Viki között. Mennyi az idő, Viki? Mennyi? Viki, miért kell így korán kelnem, hisz nem vagyok én pék? Balázs, gondolj a gyermekünkre, Bennet oly kicsinke, még ne kelljen utcán élnie. Ne félj, Balázs, ma kedv van, ez jó nap, hisz jön Kassa Tibi. Éppen ez az, mi nyomja a lelkem, ez a srác túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. Gyere Lákóczi Feri, lassan kellett kell Jani, siess mindjárt indul a busz. Hogyha valamit elszúrunk, 10-kor a meetingen elővesz majd a didusz. Nem! Értsd meg végre, Balázs, a terepjáró túl sokat fogyaszt. Ne mondj ilyet! Mi itthon Berivel mindent beosztunk, de te betankolod a luxus járgányodba. Az Viki, te tudod a legjobban, hogy mennyit spórolok. Nem viszek el itthonról ételt, csak a többiek kajáját és bánom meg. Titokban lottózom, és hogyha megnyerem, az lesz majd nekem a jel, hogy a hajnali ébredés az nap majd véget ír, én többé nem kelek fel, most kelljen más. Kérlek, kelj fel, Balázs! Most kelljen. Ez volt az első, ugye? Ez volt az ébredés, igen. Senki nem tudja, hogy te mi mész át reggel, és ebben végre meg van írva, igen. Ugye? Aztán jött a késés. Aztán jött az, hogy ugye a következő harc az életetekben az, hogy kiér be először, mert te egy időben baromi nagy késős voltál. Én leszoktam róla, erre büszke voltam. Ez meddig volt az, hogy te ilyen baromi késős voltál? Sokáig, és most már egy-másfél éve vagy egész nap hiányzom, vagy nem vagyok, de késni nem kell. De te lazán késel? Te az a fajta késő vagy, úgy vagy vele, hogy... Nem, rajta. Vagy szorongtam. Szorongsz vagy, mert van az a fajta késő, hogy úgy van vele, hogy most nem szalad el az élet. Szorongsz, mikor fölébredsz, de ha 4:60, jó, engedd el. És utána nincs értelme, mert tudom, kiszámolom, hogy 6-ra leszek ott, és jött az SMS, és srácok, 7 óra 2-kor érkezett. Életem legkegyetlenebb elkésése. Tessék ebbe egy picit, akkor ebből lehet egy mini témát csinálni. Életem legkegyetlenebb elkésése. Kasza, első forgatás. Szól a producer, fölhív a következő. Tibi, merre jársz? 4 órája ülök a kamerapróbádon. A Hungária közepén voltam. Tehát konkrétan azon, ha el lehetett volna dobni... Akkor az... nem vicc. Nem vicc, tényleg van egy show műsora? De figyelj, ha el lehetett, volna dobni az életet, akkor ott eldobtam volna. Tehát az, amikor tudod, hogy még onnan 40 perc beledög lesz, tehát az a... Van egy ilyen nagy késés van? Hát nekem sok. Neked sok ilyen van. Nektek nincs, én nem szeretem. Hát régebben az előfordult. Tehát amikor láttam egy távolodó vonatot, amin a haverjaim mentek Kelet-Berlinbe, amit hónapokon keresztül szerveztünk, és én mentem ki a kis bőröngyeimmel, és így láttam, hogy távolodik a vonat. Ne. És aztán hazamentem. Oh. Édesem. Na jön akkor erről egy összecsapás, hogy hogyan küzdöttetek ti valójában egymással, hogy ne késsetek el, hogy hogyan zajlott ez a verseny, jön a musical következő tétele. Most akkor az elkések musical következő tétele jön finom zavar a stúdióban. A play gomb, hangerő, play, volume. Viki, nincs több búcsú, puszi, értsd meg! Fogadtunk a srácokkal, ha nem én élek be elsőként, felfestett bajusszal kutyaként kell majd csaholnom a kávégép mellett. A Jani már biztos így is úton van. Félek megint lóvá tesz, bringás Speedy González. Elkések, pedig mint ismeretes, villámgyors akku hetes. Elkések. Jaj, bringázni, csúdió, vár rám a stúdió. Egy cseppet sem feszülök, hisz elsőként beülök. Holnaptól házerző, nem kellhet más. Jaj, te jó kutyuska, lesz kis Balázs.
Nem, elkések, a fel is biztos úton van. Már biztos te is nyargalsz, rádió is szürke Gandalf. Elkések, menetszéltő szemüreged, óvja szponzor szemüveged. Elkések. Minden nap más szemüveg, nincsen rajtam szabad reklámfelület. Ha többében nem élek, ebből már megélek. Névadó szülőd, mondd ki lenne más. Morzsinak szólítlak, majd kis Balázs. Nem akarok bolhanya körvet. Nem számít a trafipax, nincs rosszabb, mint ha kikapsz. Elkések. A fogadást mindenki tudta, ebből nem dubál ki Buddha. Elkések. Meglepít nem okoztak, már megint lefotóztak. Elkések. Ha lesz idő, megállom, vagy holnap dedikálom. Elkések. Ha-ha, beértem. 8 után 4 perccel hírek a Klassz FM-en. Jó reggelt kívánok, Kővár Janett vagyok. Hol a nyakörv? Gyerekek, Anett volt még ebben benne, ugye? Hát ő még benne volt ebben az anyagban, így van, igen. Itt Balázs is elbukta, ugye fogadások voltak a végén már, hogy mi van, ha elkésel, ugye? Igen, tehát azzal próbáltak téged rávenni a srácok, hogy ne késre, hogy különböző fogadásokat kötöttetek. De azt gondolom, az utolsó darab, a Morning Show musicalik utolsó darabja, amit most le fogunk nyomni, az volt nekem a kedvencem, amikor ugye az emelés volt, az attrakció. Az mi volt? Kint voltunk a Hősök terén, és egy nagy koncert. Mikor felemeltük a konténert. Volt egy nagy attrakció, amikor felemeltek benneket 60 méternek hazudtátok, szerintem egy 40 körül lehetett, hogy alulról nézni. Kettő közt volt az igazság, 50 méter. 50 méter volt? De egy komoly emelés volt, és megmondom őszintén, hogy egy picit más irányból közelítettem meg, hogy vajon mitől félnek a rajongók az emelés kapcsán, Balázs félelmei, a rajongók félelmei az emelés kapcsán egy musical tételben, Morning Show musical darabjában. Viki, érzi meg, nem akarok felmenni, jó? Na, ne is erőltek. De kicsim, ezt már megbeszéltük. De nem, egyszerűen nem... Majd legyőzöd fejben. De tényleg semmit nem értesz? Semmit sem értesz, nem a magastól félek, de nélkülem mivé lesz a földi élet. A tévében akkor mond, mi lesz a varázs, ha naponta 8-szor nincs Sebestyén Balázs. A kasza lens múzol már a vezetéssel, mond mi ez, ha nem egy hatalom átvétel. Len szédül a tömeg a lábán és alig áll, és nélkülem a föld is kevésbé gravitál. Már 30 méteren, jaj, a helyzet forró, mi magányos nélkülem ez a kis bolygó. Az oxigén hiányban rám tör egy látomás, mellettem húz el a nemzetközi űr. Állomás. Ha itt ragadok végleg a felhők felett, versengés nélkül lesz bajnok az Anett. Én sohasem hittem, mert azt hittem túlzás, innen már nem ment meg egy jó hármas ugrás. Nem attól félünk, hogy a kötél elszakad, hanem attól, hogy Balázs a felhők közt ragad. Én hibáztam, én akartam üdős adást, most rendezhetek be itt fenn garzon lakást, de legalább gyakran együtt lesz a család. Benny, nézd fel a konténerben, ott él az apád. Ha végleg itt ragadok, nem lesz más kiút, az egész VV5-re megkapjátok Lilut. Persze csak akkor, hogyha lesz is majd adás, mert nélkülem megáll az államszolgáltatás. Ha Jani szökni készül, nem értékeli a jót, ugorva hagyja el a süllyedő hajót. Feri, csak te maradsz értékes ballasztnak, a súlyod már tetemes, köszönd a dallasznak. Ami jó abban, hogy én vagyok rekorder, 50 méteren nincs olvasó riporter, ami még beugrik a tériszony szóról. Ideje leszállom a magas lóról. Nem attól félünk, hogy a kötél elszakad, hanem attól, hogy Balázs a felhők közt ragad. Fölhívja Balázst! Fölhívja Balázst! Ez volt maga az emelés, így van, igen, az utolsó. Azt szeretjük. Igen, az volt. Nagyon régen hallgattuk tényleg. Hát ez én az is veszem le egyiket a fülest, mert minden nálad... tisztelete nálunk ez hónapokon keresztül, mert a Virág imádja őket, és már rá kellett szólni, de most komolyan, fél éven keresztül csak ezeket hallgattam. Amikor... Virág, a jó ízléshez születni kell, ne hagyd, hogy eltérítsenek, legyél rá büszke, jó? Így van. Na, azt gondolom, ezt színpadra is akartuk vinni egyébként. Igen. Tehát ez meg is volt az Operett színházban, ezt föl is durrantottuk ott egy elég komoly szereposztással ott az Operett sztárjaival, ahol én alakítottalak téged egy szőke nagyon kellemetlen parókában. Hogyha emlékszel. Én legalább még fókuszanyában, így csomó minden lett, tudom, igen. Na, de egy komolyabb ilyen összeállítással készülünk egyébként jövő hétre, aztán nyilván elmondjuk ennek is majd jövő héten az apropóját, most ne lőjük le. Félve kérdezem,
hogy jogos a taps és a sikoly a rengeteg mindenért, a betelefonálókért, a megrendelőkért, az applikációért, a Jani táncolni láttad. Katonai sztoria. És az őrült nosztalgia, a morning... hogy a végre újra beszélhettem az álmomról. ami nem sikerült. Ennyi év után. Bármikor lesz tankos. Félve kérdezem, Balázs. Magyar hangok. Sebestyén Balázs. Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.